boots up and chuck the boots up. Vagyis ki vagyok fulladva egy újabb vlog videóban, ahol ne számítsatok jó fényekre, de ezt majd még részletezem. De most eljöttünk síelni idén is ugyanúgy, mint tavaly ilyenkor. És hát az utolsó pillanatban döntöttük el, hogy jövünk, és ezért a szállás is akkor lett lefoglalva. A szobahelyzet az, hogy itt leszek én anyával, ott pedig a Tika az apával. Hogyha bejövünk, itt található egy szekrény, jobbra pedig van egy ilyen szék, egy asztallal, itt egy széf, itt nagyon kis retro, tovább folytatódik a szekrény, jobbra van egy fürdőszoba, amit igazából még én sem láttam, egy ilyen zuhanykád, a mosdó ugye, itt van a hálószoba rész, itt van egy ilyen kis fotel, egy asztalkával, és egy francia ágy, tévé is van, és ez lenne itt az erkély, itt van egy ilyen kis pihenő, ami nem fogunk üldögélni, mert eléggé hideg van, és ez itt a drága kilátásunk, arra megy le a nap. És egyébként valószínűleg nem fogunk innen lemenni ma már, mert 11 kilométeres út van föl a hegyen, és hát nem semmi, na. Úgyhogy hát majd mi meglátjuk, hogy alakul, hol fogunk síelni, mert egyébként mellettünk is van egy sípálya, csak a felvonóját nem találtuk. De hát nem tudom, lehet, hogy lent fogunk síelni, lehet, hogy fönt, még fogalmunk sincs, hogy hogy lesz, de hát ezt majd még elrendezzük. Ó! Itt volt az ajtó mögött még egy ajtó. Igen, és itt a vécé. A másik szoba pedig egyébként ugyanígy néz ki. Na most már fenn vagyok a szobán, már felhurcoltunk mindent, és most ezt fogom megenni, mert egész nap úgy konkrétan semmit nem ettem. Na most az a helyzet, hogy pihengetünk, és 6-kor lesz vacsora, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Disco girls, kszkszksz. Megvacsoráztunk, mind ahogyan ugye ezt láthatátok is, és már meg is fürödtem, és ma szerintem más semmit nem fogunk csinálni, sőt már tuti nem. Maximum még anyával egy filmet megnézünk, de ez se biztos, úgyhogy holnap majd jelentkezem. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, most már indulunk reggelizni. Most már elkészülöttünk, és autóval, hát még nem tudjuk, hogy mennyit, de egy durván egy órát kell majd még menni le a hegyről, illetve a sípályához. Egyébként a mostani kilátás,
fehér, minden. Itt vagyunk. És nagyon-nagyon szép havas minden. Tudom, hogy említettem el, de ugye volt valamikor a szállásunk mellett egy sípája, és úgy volt, hogy ott fogunk síelni, hogy ne kelljen minden nap lejönnünk a hegyről. De hát aztán megkérdeztük a tulajt, és azt mondta, hogy ez már 3 éve bezárt. Úgyhogy tökre szupi. Megyünk le egy másik sípájára. Már sieltünk eléggé sokat. A hajam az szörnyen áll, de ettől tekintsünk el. És most leültünk egy kajáldába enni ebédet, és utána még majd megyünk tovább egy kicsit sielni. Na most már úton vagyunk vissza a szállás felé, de itt egy részen csinálják az utat, és most eléggé nagy sor van előttünk, úgyhogy ki tudja, mikorra fogunk visszaérni, de majd jelentkezek, amint visszaértünk. Már felmegyünk a szobán, és már meg is zuhanyoztam, és 6-kor pedig ugye megyünk majd vacsorázni. Na hát, jó reggelt kívánok, már másnap van, és megyünk le reggelizni. Tudom, hogy ma nem videóztam túl sokat, de már fent vagyunk a szobán, és indulunk vacsorázni. Hát igazából nincs mit levideóznom, mert amennyit tudok, annyit jelentkezek, de nem akarok sokat beszélni sem. GoPro-t pedig nem hoztam sikeresen, úgyhogy a síelésről sem tudok videókat csinálni, de majd legközelebb okosabb leszek, és erre fogok gondolni. Na itt van, hoztam. Már másnap van, és fogunk leindulni az utolsó síelős napunkra, a pályára. Már sieltünk egy adagot, és nem tudok egyszerűen nektek videózni, mert sajnos a GoPro-mat nem hoztam el, mert féltem, hogy elvesztítem, de hát így pedig semmilyen síelős rész nem lesz a vlogban. Majd megpróbálok valamit készíteni, hogyha tudok. Eléggé átfagytunk, mert eléggé nagy cél van, úgyhogy leültünk egy kicsit pihenni, iszunk valamit, és utána pedig megyünk vissza síelni. Én minden nap ugyanabban a kajáldában szoktunk enni, és én minden nap ugyanazt teszem. Kásos csirkefalatka.
az utolsó napunk itt, és ugye otthon nem nagyon szokott havazni, ezért most még szánkózunk egyet itt a mellettünk lévő kis dombokon. Hoztunk egy jót, és nagyon elfáradtunk, úgyhogy most már megyünk és megfürdünk, holnap pedig sajnos megyünk haza, nem okolunk. Tesson kreativitása határtalan. Megyünk vacsizni végre, mert nagyon-nagyon éhes vagyok. Ez itt a kedvenc nevesem, ez ilyen lepényes tészta, benne pedig ilyen hús gombócok vannak, és ez nagyon-nagyon finom. Na hát már feljöttünk a szobára, és már fogunk lassan aludni, úgyhogy szerintem holnap jelentkezek. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Már elkészültünk, és megyünk reggelizni, utána pedig indulunk haza, már anya nagyjából pakolt, ugye anya? Úgyhogy most megyünk reggelizni. Most már elindultunk, úton vagyunk, most megálltunk tankolni, és vár ránk egy újabb 4 órás út. Csak 200. Nagyon jó lesz. Hogy megálltunk egy benzinkúton WC-re, illetve vettünk ilyen kis nasikat, úgyhogy most chipszezünk. És hát körülbelül ilyen fél úton lehetünk, úgyhogy legközelebb szerintem majd otthonról fogok jelentkezni. Na hát most már hazaértünk. Tünk haza, hogy itt van 4 kicsomagolatlan ajándék a fa alatt. Nem tudjuk, hogy kitől kaptuk igazából. És hogy miért. És hogy miért csak most. De ja, ezeket majd ki fogjuk lassan csomagolni, de előtte megvárjuk vele anyáékat. Hát, anyát megkérdeztük, és feltehetőleg a takarító néninktől kaptuk. Úgyhogy, ja, ez amúgy nagyon meglepett most. Egyébként a fánk még mindig gyönyörű, igaz, már kicsit kezd csosszadni. De még mindig nagyon-nagyon gyönyörű. Na hát akkor most ezt az egy bontást, ajándékbontást legalább levideózom, ha már más nem.
úgy semmit nem fogunk csinálni, ami olyan érdekesebb lenne. Nem pihengetünk, esetleg nekiállunk tanulni, mert holnap van a szünet utolsó napja. Na, de hát nektek pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a mai videót, és tartsatok velem legközelebb is. Addig is, sziasztok! You probably think that you are better now, you only say that 'cause I'm not around, you know I never meant to let you down, would've gave you anything, would've gave you everything, you know I said that I am better now, I only say that 'cause you're not around, you know I never meant to let you down, would've gave you anything, would've gave you everything.